van egy csomó packünk, mindenféle, megnézhetjük mit a Showdown a 7 win-es reward például. Meg ugye van itt még egy week 1 box, ugye, mert ez meg ugye bugos volt. Bugos volt és nem adta meg a rendes remordot és kárpótolta a 2K-ja. Akkor én azt mondom, hogy durrancsuk neki, nézzük a base packet először. Ebből ugye nem várunk sok mindent, legjobban MT-t várunk belőle akkor. Móri, az első választottunk. Tintés, aréna villog, a pálya beiszik, kőkemény basszok, minden megkockáztatunk. Kesztyűben a kéz, de nincsen fék, vesany a trónért, megáll az ész. Hero future fault. Kyle Kuzma, ex-Lakers, ugye ex-Lakers, Butler-es, ezecske. Ú, micsoda badge, azt ugye, ki van baszva, Pali, nyomja neki. Ki van gyúrva rendesen? Ami vele pereg, kezeinkben az ég, lábaink a földön. Mester szakácsok, mint köri ezen a földön. Eljaj a léna, a súfoltásunk, kosárpatkányok, mi vagyunk a drága kő. Tánk a levegőben, mint Superman. Na! Ho-ho-ho, na! Igen, a Rubi. Réján. Pici fiatal. PS Pro nagyon drága szerintem. Ilyen, letudtuk a base packet, jöhet a standard league series 1 pack. Ez egy akkora amatőr hiba összehasonlítani PC-vel egy konzolt. A konzol játékra való baszki PC-vel mindenfélét tudsz csinálni, baszki még. Képet szerkesztesz, videót vágsz, nem tudom, netezel meg, nem tudom mit csinálsz. 1000 millió dolgot tudsz még vele csinálni. Mikor programozol a konzolon, programozzál már nekem Jávába a PS-en, légy szíves. Nem fogsz tudni. Rakjál már föl egy Linuxot a PS-re, nem fogsz tudni. Nem jogos az összehasonlítás. Josh Hart. Emerald, a következő, meg egy Postfade Phenom, Bronze Badge. A badge-eknek nem vágom az értékét. Szóval most csak következtetni tudok, hogy melyik ami értékes, de ezt nem hiszem, hogy az lenne. A levegőben, mint Superman, sárkban a labda csak egy csettintés. Következő. Opa, megérkezett egy Rubin, aki az? Milád. Ebből még azért nem várom annyira a séket. Na, Aaron Nesmith. Következő. Nézzük. Hatodik pack ebből a csomagból semmi. Russell! D'Angelo! Szaros gatya megérkezett. Ez a mém az kemény volt azért. Meg egy post-fade fanom gold. De árban nem vágom, hogy melyik ér sokat se. Nem is tudom melyik mit csinál. Na. Ott a sék! Három pontos dobás, tiszt a flip chart. Ott a sék, tesszük. Megjött. Csak kérni kellett. Itt legyen ötösszön a lottó. Ezt kívánom. Már nem lottózol után. Nézzük ki az Ametiszt. Jó, Jánnis jöhetne ide is. Hát ez nem az. Ki ez? Booker. Devin. Veseny a trónért, megáll az ész. A bíró fütyül fart, de nem pihenünk. Mindig előbbre, amíg élünk, lélegzünk. Popcorn illat, halk, szuszonás. Betöltjük a teret, minden egyes tud a szónál. A pálya látszik, palánk recsek. Mindig a top csapat, amivel lepereg. Kezeimben az... Akkor már csak egy League, Series 1 Deluxe maradt, meg a két Showdown. Bármikor van packetek, így nagyobb mennyiség. Szóljatok és nagyon szívesen nyitogatom. Hoppá, dupla player, Jordan Hawkins, Taylor Hendricks. Egyikről se tudjuk, hogy kicsodák, de legalább kinyitottuk őket. Egy series-es már, minek költeni 300k-t, amikor költesz 120-at is? Hoppá, 85, Gems of the Game, Johnny Davis. Ez jó pack volt, igen. Lehet, hogy égés volt, csak háromszor annyiba kerül. És ki az, aki 4K-ban játszik? Hányan, tegyetek fel a kezeteket, hányan játszottok rajtam kívül 4K-ban? Hányan, hány ember, a legtöbb felhasználó leül a kibaszott tévé elé, ami legjobb esetben is csak egy felskálázott, nagyon szar 4K-t tud, alapból is. Egyébként 10-20 AP tévé elé fog leülni, és úgy fogja tolni. Vágod?
245 Hz-et nem hiszem, hogy elbír a konzol, de ahogy érzem, nem hallottam róla, hogy elbírná. 120 Hz-et a Series S is viszi. Az FPS játékokban amúgy. Csak mondom. De a sima Xbox Series X is viszi, ami 185 eszer. Még mindig ott tartok, hogy nem 360 eszet költök legalább. Vagy veszel egy sima PS4 Slim-et. Az is tudja a 120 Hz-et. Azt akarja megmagyarázni Mark, hogy az új PS sokkal jobban megéri, mint egy PC. Attól függetlenül, hogy majdnem 400k az értéke. Én meg erre érvelek, hogy nem, ez akkor is drága. Mert egy PC másra is használható, nem csak játékra. Hát most erre az erőségre lehet, hogy is konkurencia, de akkor sem kell megvenni. Nem fogtok érezni akkora különbséget. Nem, egyszer nem fogtok. Ha tetszik, ha nem. Max akkora veszel hozzá, vagy egy 200k-s monitor. Vagy bocsánat, egy félmilliós tévét, akkor tessék. Jó, én értem, de az átlag felhasználó számára még mindig azt mondom, hogy nem. Egy átlag PlayStation vagy Xbox felhasználó, te lecseréled, igen. Nem te vagy az átlag. Akkor ennyi van. Egy átlag PS vagy Xbox felhasználó leül a kanapéra, a tévétel egyébként elmondom neked, hogy a 6 méterre, vagy mondjuk legyen 3-4 méterre, nem 20 centire, most én, vagy nem tudom, 40 centire, és nem fogja érdekelni, nem fogja látni a különbséget. Nem lesz olyan tévéje, nem fog tudni venni olyan tévét, egy kontrollere lesz, az is szará lesz törve egy hónap múlva, és nem lesz pénz arra, hogy kontrollert vegyem, mert az átlag magyar fizetésből nem jön ki az a kibaszott konzol. Tehát nekem magyarázhatod, amit magyarázol, de nem vagyunk előrébb. Jó, akkor vegyék meg már. De ettől még itt a chatnek nem mondasz, hogy megér. Ár érték arányban ne vegyetek 400k-ért konzol. Én ezt gondolom. És én ezt szeretném kommunikálni, nem azt, hogy megint. Ha árérték arányt akartok, ott a Series-es, vagy ott a, hogyha kicsit nagyobb erőt akartok, ott a PS4, ott az Xbox Series X. Menjünk tovább inkább, mert ez egy ilyen partalan vita, mert te gondolsz valamit, én gondolok valamit, és a kettő nem fog úgyse találkozni. Mert én az emberek szemével nézem, te meg a saját szemeddel. Dennis Hoopson a következő játékosok, egy Gems of the Game egyébként, milyen sok esik ebből. Kosárpatkányok, mi vagyunk a drága kő. Tánk a levegőben, mint Superman. Sákban a labda, csak egy csetting. Öreg cigányasszony, ez a látnok gömbje. A bal oldalt. A pálya látszik, palánk recseg, mindig a top csapat, amivel leperek. Kezeinkben az ég, lábaink a földön, mester szakácsok, mint köri ezen a földön. Vanderbilt! Na! Nice. Jimmy Butler! Jimmy Buckets. Na, idén fog valami vicceset csinálni szerintetek? Mit mondtok? Média DM minden évben szokott. Megint fog valamit csinálni, azt mondjátok, kopasz lesz, amúgy szóval, az kurva jó lenne. Az még nem volt, nem? Azt hiszem, kopasz. Három pontos dobás, tiszta flip chart. NBA Arena, a zsúfoltásunk. Kosár patkányok, mi vagyunk a drága kő. Tánk a levegőben, mint Superman. Sárban a labda, csak egy csettintés. Arena villog, a pálya beízzi. Kökemény passzot minden megkockáztatunk. Kesztyűben a kéz, de nincs a fej. Randall és Jalen Duren. Hoppa, micsoda kép van Durenről. Meg egy jó Hornets mez is érkezett amúgy nekünk. És a végére még ez Zephyr, Bam Adebayo. Meg egy jó Phoenix Suns mez. Na hát ezek gondolom, hogy akkor egyik sem eladható neked, ha jól tudom. Nézem. Aha, 50k-ért megy a legolcsóbb, mennyire rakjam fel? Egy csávó permaband kapott, mert megvett egy Emerald edzőt valami 180k-ért, mert az volt az egyetlen darab, és csak kellett neki a dia edzőhöz. Igen, ezt hallottam, de amúgy ezt végül amúgy visszaadták neki, vagy tudod fellebbezni? A nem eladott playerek is paddingelnek, komolyan? Nagyon jó. Az szép. Na, srácok, lányok, megjöttünk, itt vagyunk, kettő darab box marad, a kettő darab box pedig nem más, mint a Showdownból szerzett, nem általam, ugye, hanem Geri által szerzett rewardok. Az egyik az első heti, amit ugye pótolt a 2K, mert először nem jót adtak,
a másik pedig ugye a mostani e-heti showdown. Mind a kettő 7 darab győzelemén járt. Lássuk, mi van a boxokban. Bang! Első packünkben van egy Zephyr Kezi Russell, na! Gems of the Game-es lap. Tetszik, tetszik, oké. Még ennél jobbakat, gyerünk, gyerünk, gyerünk. Következőben van egy... Ocsaják bácsi, igen, nem ezt vártuk, de... Nem baj, van még lehetőség. Ezek sima league pakkok ugyanúgy, akkor megőrülök. Kyle, mert league-et írtsuk, azért kezdem. Kyle Anderson. Következő... És 19 pack új. Chuck Landale és Josh Giddey. Giddey is már ugye Chicago játékos, de... Hát a messz nem sikerült lefotoshoppolni róla. Ez van. Drága lett volna biztosan. Ugyanúgy, hogy Caruso-ról sem sikerült lefotoshoppolni. Chicago, Daron Holmes 2. Érkezik-e? Na! Hoppá! Jeff Teague! Egy Dynamic Duo-t, nice! Ki van még egy? Azaz, ó! Egy Gold, Lafonso Ellis. Ezek Jeff Dog the Game Pack-ek? What the heck? Erre rám! De miért csak goldokat az basszeg? Hogy néz ki? Ez hogy néz ki? Ez mégis hogy néz ki? Nem volt egy fotó a paliról, bassz meg! Marquise Bolden. Most komolyan? Nem volt egy fotó a paliról, egy bármilyen fotó. Torsó, Post Contractor, igen. The Commander. Takeover. Következő takeover egy ezüst, ha jól látom. Ó, oh, na ez még jól néz ki, a szupermenes. 69-esnek minek fotó elég lett volna kiírni a nevét. Ezt rajzolta a 10 éves rajz, vagy az pályázat nyertese. Amúgy lehet. Igen, most a Div 2-ben van elvileg erítőt, mert kemény lesz ilyen. Driver. A vezető. Takeoverek hogy működnek? Elvileg a playerekkel le tudod cserélni úgy, mint a cipőt. De nem próbáltam még én sem úgy. Jordi Fernandez, a Brooklyn új edzője. Jordi. Na, egy Diamond Puma Fusion Nitro cipő. Yes. Annyit érne, mint a valóságban, meg is érném. Olyan eladnák érni az összeset, eBay-re feltölteni. Jordan Vynight Zero 0.2, vagy bocsánat, pont 2-t. 0.2 igazából, de jól mondtam. Jó lesz ez a Brooklyn edző, ezt mondják. Air Jordan 17. Következő egy, Air Jordan 2011. És természetesen van még egy cipő a végére, mert miért ne? Egy Air Jordan? Nem. De. Airsheik. And Destruct. Nagyon jó. Ja, hogy még van? Értem. Labda pattan, cselezünk a pályán. Gyorsan futunk, szívünk szól a vágynál. Pörög a game, dribble meg a point guard. Na, és akkor egy darab packünk maradt, a legutóbbi showdown győzelmes. Úgyhogy reménykedjünk benne, hogy ebben lesz valami, mert eddig, hát... egy Amethyst Devin Bookeren kívül azért sok jót nem láttunk még, az a Jeff Teague volt a legnagyobb nyitás. Légy szíves, adj valamit! Zach Levin. Josh Green és Cody Zeller, hát igen. Az öreg Cody Zeller most a Hawksba koptatja a padokat. Tory Craig, James Harden. Na, Clipper szakál megérkezett. De jó nekünk. Betöltjük a teret, minden egyes tud a szónál. A pálya látszik, palánk recsek. Mindig a top csapat, amivel lepereg. Kezeimben az ég, lábaink a földön. Mester szakácsok, mint Curry ezen a földön. NBA aréna, a zsúfolt társun. De ez 80-as, van 80 plusz meg. Hol a plusza? Gyorsan. Jammed of the game. Na! Na! Na, ez lehet, hogy valami. Larry Martin, Center PF. Nem vágom, hogy milyen lap lehet, de
Figyelj, egy 89-es lap az nem olyan rossz. Oké, de 89, érted? Az not bad. Ten Jams. Aha, Emerald. Kevin Porter Jr. Hát ő is már kigapott az NBA-ből egyébként, szegény. Hát és akkor ennyi volt, úgy látom, a többi az már ilyen kamcsatka dolog lesz. Ez komoly, ezeket egyesével ki kell nyitnom, mikor ebben már semmi nincsen? Ötön liga, igen. Hát szegény Porter Jr. az... offos. Eltűnt az NBA-be, pedig nagyon tehetséges játékos volt amúgy. És sajnos ennyi amúgy. Ezeket adják a Showdown Rewardok amúgy. Lepted hátán cserezünk a pályán. Gyorsan futunk, szívünk szól a vágnál. Börjöd a game, rapper meg a point guard. Három pontos dobás, tiszta flip chart. NBA Arena, a sufatású. Kosár patkány. Na, kulspik. Ezek közül egyértelmű, hogy kiddet veszük ki. Pálya basic, kőkemény passzok, mindennek kockáztatunk. Kesztyűben a kéz, de nincsen fék. Verseny a trónért, megáll az ész. Bíró futyú falt, de nem pihenünk. Mindig előbbre, amíg élünk, relaxünk. Popcorn illatok, szusszanás, betöltjük a teret. Hát ez akkor még 2x300 MT. Na, lett egy majdnem 10k MT. Nem, lett 10k MT. Egység volt amúgy, igen. Hát figyelj, egység volt, igen, megnézzük amúgy. Megvan már neked, vagy mire gondoltál? A hétvinet, az megvan. Várjál, miket fogsz kapni? 84 plusz. Aha. Ó, legalább valami. Arra gondoltál, hogy mennyi kell még a... Aha. 24. My team. Filin passzol ide, azaz. Na nézzük egyszer meg a úriember csapatát. Elég beteg. Hallod, nagyon szégyellem magam, hogy ehhez közel nincs az én csapatom. De ez esélyem sincs amúgy. Valahogy esélyem sincs ennél jobb csapatot csinálni jelenleg, az a baj. 1,5% esély van a Diamondra, srácok. 1,5. 1,5. Jézusom! Na lőjük meg! Bang! Kezeinkben az ég, lábaink a földön. Mesterszakácsok, szeletelünk a körben. NBA Arena, a sofortársunk. Kosárpatkányok, mi vagyunk a tárgyak. Ültünk a levegőben, mi Superman. Sárpa adta, csak egy csettintés. Csettintés. Csak egy csettintés. Csak egy csettintés. Yeah. Laptapantán cselezünk a pályán. Gyorsan futunk, szívünk szól a fájnál. Na hát ők jöttek, de applikétben nem tudom. Triple meg a point guard. Három pontos tovább, tiszta flip chart. NBA Arena, a zsúfoltásom. Hát akkor ez 3000 MT. Kosár patkányok, mi vagyunk a drága kő. Jaj, hát hátha lesz valami, persze, bukdolog az ő. Hát bocsi, ennél jobbat most nem sikerült ebből kihozni. Arena villog, a pálya basic. Kőkemény passzot minden megkockáztatunk. Kesztyűben a kéz, de nincs a fék. Verseny a trónért, megáll az ész. A bíró fütyű falt, de nem pihenünk. Mindig előbbre, amíg élünk, lélegzünk. Popcorn illat, hag, szuszonás. Betöltjük a teret, minden egyes tud a szónál.